Szállítóautók, önkéntesek fogadják a tiszabecsi határa érkezőket. Ilyen előre elkészített élelmiszercsomagok várják őket, amiket minden autósnak átadnak. A gyalogos menekülteknek több nyelvű felirat segíti a tájékozódását, őket buszokkal viszik a segélypontokra. A faluban két melegedő helyiséget alakítottak ki, az általános iskola az egyik segítségpontja a Híd Kárpátaljáért programnak. Nekem is átadtam a négyet. Én is onnan jöttem, Ukrajnába. Folyamatosan érkeznek a felajánlások, élő láncban pakolnak a segítők. Már szinte megtelt a raktárként használt konferenciaterem. Az önkéntes civilek éppen szortírozzák az adományokat. Nem ismerik egymást, Nógrád megyéből, Budapestről, Debrecenből jöttek segíteni. Budapesten tartózkodtunk egy szombati napon, majd úgy volt, hogy hát ott leszünk Budapesten kis programjainkkal, majd amikor megláttuk, hogy mi a helyzet, átszerveződött aznap reggel. Ez a jó, ülünk kocsiba is megyünk. Átlagosan 300-350 ember tölti Tiszabecsen az éjszakákat. 48 órát maradnak, és utána szállítják őket tovább a kialakított gyűjtőpontokra. Főleg nők és gyerekek vannak a tornateremben kialakított ideiglenes szálláson. Ott jártunkkor, találkoztunk egy hónapos Kijevből érkezett kisfiúval, és mindössze 4 hónapos harkivi kislánnyal is. A település polgármestere elmondta, elképesztő micsoda összefogás alakult ki a faluban, nem csak az önkormányzat dolgozói, a lakók, civil önkéntesek, vagy éppen a baptista szeretetszolgálat jóvoltából. Jó Isten is velünk volt, hogy sikerült mindent megoldani úgy, hogy ahogy az kellett, biztos vannak hiányosságok, biztos lehet sok mindenbe belekötni, de úgy higgye meg, hogy mindent megteszünk azért, hogy ez a kis Magyarország ezt a feladatot ellássa, és úgy vigyenek minket el Kárpátaljára, úgy vigyenek el bennünket Ukrajnába, az emlékezetükbe, mint ahogy innen mennek az emberek elfelé, hogy köszönjük szépen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat 1 millió forintot ajánlott fel az ökumenikus segélyszervezet részére, és a megyei polgármestereknek azt javasolja, hogy amennyiben adományt szeretnének adni a háború elől menekülőknek, közvetlenül juttassák el felajánlásaikat a Híd Kárpátaljáért program számla számára.